előző négy Bajnokok Ligája szezonból, kettőt a Buducsnos sikere zárt, kettőt pedig a győri Audiertóé, tehát minden kétséget kizáróan a női kézilabda BL csúcsrangadója következik. Pillanatilag a csoport élén még veretlenül egyelőre a montenegrói csapat, itt pedig a győri Audiertó kerete. Van jó pár hiányzó, mindössze 15 játékos nevezett Ambrose Martin erre a meccsre. Köztük Lakatos Ritát, aki először van ott Bajnokok Ligája mérkőzésen a keretben, mellette pedig Krisztine, aki elég jól ismeri Ritát egyrészt, másrészt viszont nyilván az ő benevezése is annak köszönhető, hogy sokat sérült, és a belső posztokon elég kevesen maradtak a győriek, ez szembeötlő. Igen, így van. Rita az NB1-bés felnőtt csapat kerettagja, 16 éves, tehát egy nagyon fiatal, tehetséges irányító kislányról beszélünk. De majd később, mert most a himnuszt éneklik a szurkolók. Valószínű, hogy pályára kerül, és ott van még a szintén tinédzser Hársfalvi, van három jobb szélső, úgyhogy nagyjából ez is jelzi, hogy behatároltak a lehetőségek, hogyha bizonyos posztokon cserélni kell. Igen, a Planeta Simonetta sérülésével Amorim maradt egyedül igazándiból kimondott lövő a posztján. A Szilland is lövőnek számít, de ugye azért nem ugyanaz a kaliber, mint a Tomori Zsuzsi és az Amorim. Maximum három irányítós játékkal meg lehet oldani, ha esetleg úgy alakul a mérkőzés. Bár Kovacsics Anikónak is volt egy vádli sérülése, és nem biztos, hogy ez a múlté, mert hogy ha jól tudom, akkor nem is nagyon edzett együtt a többiekkel, nem játszott a Fehérvár elleni bajnokin, az Eto első idei bajnoki mérkőzésén sem. Így van, a múlt héttől fogva edz a Rita a felnőtt csapattal a Kovacsics Anikó sérülése miatt. A tegnapi edzésüket láttam, az utolsó edzést a mai mérkőzés előtt, ma délelőtt már nem volt átmozgatója a csapatnak. Akkor nem játszott a két kapus gyakorlást a csapattal, hanem külön dolgozott, lehet, hogy csak kimélték, vagy esetleg tartogatták, hogy ha vész esetére szükség van, akkor inkább ma tudjon pályára lépni pár percig. A tegnapi gyakorláson nem vett részt 100%-osan, nem tudni, hogy a mai nap folyamán hogy alakul. Azt viszont már tudni, hogy a Buducsnos kezdte a mérkőzést, és Derics a kapus, egyébként két játékos, ők is igazoltak a télen. Egy kapus a tunéziai válogatott volt, csoport ellenfelünk volt a VB-n. Abdallah, illetve Neli Irmánt, hogy legyen egy balkezes, egészséges, bevethető szélsőjük. Petrovics mononukleózissal küzd a hivatalos hírek szerint. Egyébként Mekmedovics kezdett a jobb szélen, jobbkezesként, és Biana Pavicevic a bal oldalon. A miénk kapujában pedig Greensbő, aki egészen szenzációs volt a VB döntőben, 51%-os hatékonysággal 23 labdát hárítva védett. A VB egyik legjobb kapusa volt. Négy friss világbajnok, de hát egyikük sem egyszeres világbajnok már. A norvégokra gondolok, Letónál, és két VB ezüstérmes, Brock és Groth.
És ott van a másik oldalon a világbajnokság legjobbja, a bronzérmes román válogatottból Neagu Löke, ő is bekerült az All-Star csapatba, szokásához híven. Talán egy olyan torna volt az elmúlt években, amikor nem sikerült neki, akkor Cvics, a Buducnosz beállója volt a világbajnokság All-Star csapatának tagja 2013-ban. Krót irányít, Amorim és Szüllánd a két átlövő Löke beállóban, és Krót passza ezúttal pontatlan. Kapusposzton úgy gondolom, hogy mindenképpen nekünk kell, hogy álljon a zászló. Itt volt egy pontatlan átadás, ezt ráírhatjuk az izgalomra. Ami van bőven, és Ambrose Martinon is látszik mindez. Ugye a Buducnost szempontjából talán kevesebb jelentőséggel bír ez a találkozó. Jobb pozícióban vannak, idegenben játszanak az Etóval, ami azért általában nem sok jóval kecsegteti az ellenfeleket. Igen, úgy gondolom, hogy amennyiben az Eto meg tudja törni a védekezését, tehát hatékony lesz majd támadó játékban, akkor lehet keresni valók, illetve majd ilyen védekezésre van szükség. Bulatovic lövését sáncolták le a mieink. Krót az úgynevezett kanadai táblázaton, tehát a gólok és a gólpasszok összeadása tekintetében a legjobb volt a világbajnokságon. Neagu lett mögötte a második a kanadai táblázaton, ugyanakkor ő lett a gólkirálynő. Mindenképpen fontos lesz majd, hogy első perctől fogva a bírók kezeljék a mérkőzést a Buducnost híresen kemény védekezésére, gondolok most. Szüllánd Amorimnak, egyébként Schulze és Tönnies ott volt a VB-n is, és szinte betűről betűre igyekeztek alkalmazni a szabályokat. Sokszor már át is léptek ezzel egy úgymond egészséges határt, legalábbis úgy tűn, nem volt bennük rugalmasság, viszont ezen a mérkőzésen ez akár jól is jöhet az Etónak, hogyha ez valóban így lesz. Úgy gondolom, külön tanulmányt megér a Cvics Löke elleni védekezése. Egyszerűen, mintha valami birkózó versenyről jött volna ki. És nem egy súlycsoportban vannak ők ketten. Amorim eresztette el elég rossz pozícióból ezt a labdát talpról. Igen. Neagu. Azért ez nem volt egy igazán Lőkének megfelelő, Amorimnak megfelelő lövőhelyzet, ez talán csak egy bepróbálkozás volt, ott viszont egy rossz váltás volt a védekezésünkben a lerohanás meggátolására. Amorim mozgott ki középről, és Katarina Bulatovic szerezte az első gólt, aki a 2013-14-es szezonban a győriek játékosa volt, és BL-t nyert a csapattal. Marad a labda a montenegróiaknál, viszont kap egy sárgát Bulatovic ezért. Remélem nem kiabáltam el, hogy a kapusposzton erősebbek vagyunk. Eddig két lövésünk ment kapura, mind a kettő szinte a kapu közepébe, azt lehet, hogy igazándiból bármelyik kapus megfogná, pontosabb lövésekre van szükség mindenképpen. Neagu indul el és szerez gólt. De Lőkével szemben támadott általában a norvég-román mérkőzéseken, mert hogy kettő is volt egy a csoportban és egy az elődöntőben a VB-n. Mindkét mérkőzésen 8-8 volt szerzett Neagu. Olyan formában van szerintem most a Neagu, hogy szinte megállíthatatlan, mint ahogy ugye láttuk is a világbajnokságon. Olyan fizikummal rendelkezik jelen pillanatban, annak ellenére, hogy nem egy magas, erős játékosról beszélünk, de gyorsaságban, technikailag úgy gondolom, hogy magasan mindenki előtt jár. Szüllánd engedett el egy elég vérszegény lövést, és Deris megint védett. Azért ennél mindenféleképpen erősebb és pontosabb lövések kellenek, mert így csak futni fogunk az eredmény után. Talán még nem említettük, de úgyis nyilván a legtöbben kiszúrták, hogy Brockkal cserél Szüllánd, és Brock van bent Amorim mellett középen védekezésben. Mekmedovic, Neagu, Brock találkozik vele, Bulatovic, vele is találkozott Brock, középen pedig Löke kap sárgalapot, Mekmedovic mezét fogta meg. Mekmedovic hihetetlen teherbírásról tett tanúbizonyságot, a kevesen voltak a montenegróiak a válogatottban a VB-n, ő szinte végigjátszotta a meccseket. Krót is kap egy sárgát. Neki is volt egy komoly térsérülése, volt egy karesszalag sérülése. Nagyon szépen visszatért, nagyon pozitív, nagyon ügyes játékosról beszélünk. Megvan a labda, csak most már volt is kéne lőni.
Nyilván Króton most nagyobb a teher, különösen ami Görbicanita nem bevethető. De hát Amorim, illetve Szilland is komolyabb terhelésnek van kitéve. Szilland ugye a norvég válogatóban peremembernek számított. Krót, tiszta lövőhelyzet, úgyis van. Ez lehet az ő játéka. Ugye középen szétszedjük a két hármas védőt. Külön-külön már azért kevésbé rémisztőek, azért ott együtt egy elég kemény falat képviselnek. Bizdra vagy Akruk volt ott belül, a lengyel válogatottban húzta végig az igát, ha lehet így fogalmazni, de talán ez nem túlzás. Abszolút klasszis volt a minket is kiejtő, és az oroszokat is legyőző végül VB negyedikként záró lengyel válogatottban. Megvan a labda, nagyot mentett itt most Korsós. Ő kezdett a bal szélen, Knédlikova jobb oldalon nálunk. Amorim, Krót. Ez a mi malmunkra kell, hogy hajtsa a vizet, ilyen hozzáállás, mint amit a Korsos Dorinától láttunk. Cvícset kiszórják, Rajcevic pedig kapott egyet Lőkértől, aki próbált szabadulni a szorításból. Rajcevicet óriási fújolással üdvözölte, úgymond a győri közönség. Ő volt az, aki akkor még a lánykori nevén Knezsevics néven lefejelte Görbicanitát. Jó pár nagy csatát vívott egymás ellen a két csapat. Krót! Ez mindenképpen ki kell használni. Ő is most olyan formában volt a világbajnokságon, amiből profitálnia kell az Etónak mindenképpen. 2-2 ezzel, másfél perci még ember előnyben az Eto. Neagu most lehúzódik a szélre, onnan kanyarodhat majd fel. Rajcevic. Neagu, Mekmedovicsal szinte összeütköznek. Úgy gondolom azért eltötyörögte ezt a Neagu elég rendesen. Most ki kell rá lépni, próbál vele találkozni, és sikerrel jár. Fönn a játékvezető keze. Ez mind időhúzás, tehát itt mindenképpen lőni kell. Bulatovics, óriási pek, ez egy lesáncolt lövés volt, csak Grimsby elmozdult már a másik sarokra. Ez ilyen nagyon becsorgott, ütköztünk is vele, ketten át belesáncoltak. Krót kezéről pattant be végül a labda. Ez volt a 40. gólja Bulatovicsnak, a harmadik helyen volt a játéknapot megelőzően a BL góllövő listáján. Amorim indul el, és szépen ereszti el a labdát aztán. Bulatovicsnál nem kellene, hogy belelkesedjen, mert ő hajlamos arra, hogy elkapja a fonalat az elején, akkor aztán minden gól neki. Viszont az elején meg kínálnánk egy-két keményebb ütközéssel. Ő azért ezt annyira nem szereti, tehát el tudnánk venni a kedvét. Ez meg egy nagyon bátor Amorim betörés volt, amiből remélem sokat fogunk ma még látni, és a későbbiekben is. Rajcevic, Brokkon cselez. Jól játszottak ember hátrányban a montenegróiak, kiegészültek időközben, meg jött Cvic. Jön a szélső futó, ez a Podgoricának a játéka. Ez az igazándiból használt figurájuk, hogy a szélsőket befutatják, és egy két beállós játékot játszanak, vagy a bal szél, vagy a jobb szél. Itt folyamatosan. Az is ezt átmentett a montenegrói válogatottra is, és Mekmedovics középről beállóból szerez gólt. Újra náluk az előny. Amorim. Nagyon szépen indult el Amorim, és Krótnak teremtett helyzetet. Megúszta sárgával Bizdra. Ez szintén egy nagyon-nagyon jó Amorim játék volt. Ő csalogatta magára a hármas védőt, és ezáltal a Krótnak szintén középen nyílt lehetősége. Ezt úgy látom, hogy ezt nagyon tudatosan játsza az Eto most, hogy ugye szétszedik a két-hármas védőt, és ott a Krótnak a lövő erejét, lövő technikáját próbálják használni, kihasználni. Rajcevic. Brok egészen föllép. Megint jön Mekmedovic.
Neagu túljut Brokkon, aztán egy apró pontatlanság, megmentik még a labdát a vendégek. Ezeket a labdákat lenne jó összeszedni, mint hogy az előbb a Korsos Dorina, vagy ez a sáncos lövés, ami ég lenne. Neagu vált Bulatovicsal. Az egy nagyon jó ütközés volt. Amorim kap sárgát, Brokk ütközött egyébként, ő nagyon szépen csinálta. Amorim hátul nagy csatát vív a Cvicsel. Neagu, Rajcevic és Grimsbő. Groth, gyors labda felhozatal, és egy gyönyörű passz! Ivet Brokk a gólszerző. Ebből láttunk nagyon sok szép akciót a holland válogatottnál. Ebben nagyon-nagyon erősek a hollandok. Nagyon jó kapcsolat működik a két holland játékos között. És szerencsére a Brokk be is lőtte ezt az ütszert. Az fontos, be kell lőni a helyzeteket. Bulatovicsot lesáncolják. A 12. perc elején szerezte meg először a vezetést az Eto'o a meccsen. Cvi is lép fel zárni. Löke pedig ott van Neagun. Nedlikova védekezik Kavicevicsel szemben. Rajcevic. Megvan a labda Krótnak. Brokk megint kiválóan védekezett. Krót végigviheti. És Zderic. Kár érte. Gyönyörű volt ez a labdaszerzés. Abba az ütemben lőtte el az ittszert, amikor még a levegőben volt, vagy amikor még felfelé szálló ágban volt. Egy picit ki kell várni, és akkor úgy gondolom, hogy nem lehet probléma. Zderic nem volt ott a VB-n, alig várta már, hogy újra kezdődjenek, hogy folytatódjanak a Bajnokok Ligája küzdelmei. Neagu. Közben eltüntetik Cvicset, és kiállítják Krótot. Sok pihenő vélhetően nem jut neki, most ez egy kényszer pihenő a mai mérkőzésen, Mikkel Krótnak. Egy 4-2-es védekezésre jövünk ki, amennyiben megtörténik a szélsőbe futó. Ott a 2-2-esnek így is úgy is sok munkája lett volna, hogyha az áthatós falban vagyunk, de így azért a 4-2-ben egy Neagu és egy Bulatovics ellen leegyegyezni, az egy komoly kihívás. Nedlikova leolvasta Neagu szándékát, azért lehet érezni egy-egy helyezkedésből, hogy mint a könyvből olvasnák a győriek az ellenfél támadó játékát. A két legkevesebb goldkapó csapat egymás ellen az idei BL sorozat szériáját figyelembe véve, és aztán a pályán először győri színekben megkapta a kellő biztatást a bemutatásnál, az egyik legnagyobb taps az övé volt. És bent van most Szüllán, bent van Löke, három norvég támad, igaz, ember hátrányban az Eto'o. Kapu előtér megsértése. Neagu. Rajcevic nem vállalkozott. Sok lépés, így van. Bulatovic lépte el. Aztad és Amorim pedig egymásra néz, és kölcsönösen megtapsolják a másik védekezését. Elbizonytalanítottuk. Ugye, ahogy mi is elbizonytalanítottuk ebbe a védekezésbe. Hiszen nem nagyon volt meg ott az összhang az Ástert és az Amorim között, de szerencsére a Bulatovics belehibázott, és akkor újra támadhatunk. Ástad azt, aki irányít tehát most, Krótot hiányában, ezzel egy kérdésre választ kaptunk. Ástad, Amorim, Lazovics ütközik vele, Szüllán cselesz befelé, az jó, Amorim kimarad. Ezt lehetett volna azért zicserig vinni, ez nem egy futából ellövött lövő helyzet volt sajnos, úgy gondolom, hogy ez most egy rossz döntés volt, de... Ne legyen belőle, sok szépen kialakították a helyzetet, Bulatovics, Mekmedovicsnak, aztán most a szélen, Krót visszatér. Ez jó lett volna azért ezt az ember hátrány volna befejezni, de... Akkor nézzük, hogy a következőkben, hogy áll. Bulatovics. Mekmedovics, onnan azért nehéz jobb kézzel. Így van, nem szabadna, hogy ott jobb kézzel, a rövid oldalon. Löke közben.
ezeket villámgyorsan végig játssza az Eto'o, hogyha lehet, és most lehetett. 6-4. Mintegy 4 perc után változott az eredmény. 3 gólt lőtt most zsinórban az Eto'o, jó ideje gólképtelen az ellenfél. Jobban kezdték a mérkőzést, gondolom a mieinkben benne volt az izgalom. Azért ez egy épülő csapat, nem szabad elfelejteni. Neagu a rövid felsőbe. Őre azért ütközni kell, tehát tényleg ő egy olyan kaliberi játékos, mint ahogy láthattuk, hogy átlövésből, zicserből leosztogat. Ő külön embert igényel védekezésben. Amorim most 26-1-et, hiszen ő védekezésben is alappillér középült. Alstad a bal átlövő és Frót irányít most. Ők ketten, ahogyan Alstadtól is hallottuk, olvashattuk, játszottak egy szezont együtt a Midtjyllandban, még pedig az előző, tehát van azért köztük játékkapcsolat, amit csak remélhetőleg csak fel kell eleveníteni. Szöland, Knedlikova. Alstad indul kifelé Lazovic mellett. És újabb 2 perc. Más. És megint Zvicsnek. Zvicset másodszor küldik ki, és a 17. percben járunk csupán. Itt van a messzhúzás, nagyon látványos. Ezt nem mindig fújják le, nem minden játékvezető fújja le. Maradjon ez így a folytatásban is. Roth, Knedlikova egy picit magasan jött, ezért nem vitte be, és aztán nem tudja visszaforgatni Lökének, megzavarodott egy pillanatra Knedlikova. Igen. Talán be is vihette volna ezt a labdát most, de... Egy picit pontatlan volt, ugye fel kellett ugrania, hogy összeszedje ezt a labdát, és utána úgy érezte, hogy nincs meg a lendülete, hogy beugorjon. Utána pedig úgy gondolta, hogy a Lőke ott az 1-es-2-es között ugye zárni fog neki. Bognár Bódi érkezik majd rövidesen, ő kezdett el mozgolódni a kispad mögött. Neagu a 3. gólja már. Ember hátrányból ráadásul, és egyenlítettek ezzel. Igen, még mi elrontottuk ugye az ember előnyös helyzeteket, addig ők azért ember hátrányból belőtték, jó lett volna, hogyha azért az előny megmarad. Kezdhet újra építkezni a Győr. Íme! Az építkezés egyik alapköve természetesen Heidi Lőke, hogy az ő megoldásai. A szerencse hozzásegítette a Győrt azért ehhez a gólhoz, illetve a Lőke klasszis, ahogy ezt a labdát, ezt a rossz, nagyon rossz bejátszást is összeszedte és gólra tudta váltani. Ő szinte bármit összeszed. 6 gól volt a VB döntőben a hollandok elleni teljesítménye, 7 lövésből egészen káprázatos volt, és ott is voltak olyan labdák, amiket talán csak ő tud összeszedni. Megvan! Grimsbő Bulatovicsal szemben, nagyon jól véd Kariovi Grimsbő. Amorim, gyönyörű passz, Brock, az igen! Egy újabb sikeres lerohanás, ez nagyon, nagyon jól játszik ezt a két beállós lerohanást, ugye a Lőke és a Brock futel beállóba. És azért a Brockot is meg tudtuk találni, kétszer Lőkét is meg tudtuk találni, és ismét gól született belőle. Itt lehet keresni valója a Győrnek ebben mindenképpen, hiszen ahogy beszéltünk a Buducsnosznak, azért a cseresora kevésbé hatékony, bár a Győrnek sem olyan a célos most. De akik a padon ülnek, azok talán lényegesen kevesebb játéktudással rendelkeznek, mint a pályán lévők. Ugyanaz a másik oldalon. Lőke mondja a magáét, az ő verzióját, őt állították ki. Zvicssel nem egyszerű. Frótnak volt egy kiállítása, ez a második győri ember hátrány. Rajcevic.
és a szlovén jobb szélső van bal kézzel a pályán. Az ő lövését védi Grimsbø, Neli Irman az, aki beszállt. Korábban a Klim Ljubljana színeiben több bajnokok ligája szezonban is szerepelt. A Zagorjétól igazolták Irmánt. Brock bent marad most. Nagyon pozitív, hogy a Grimsbø ilyen jól vételt fogja az ittszereket, az átlövéseket is, úgy gondolom, hogy majd átlövések védésében is biztos, hogy benne fel fogja volni, de ugye a bravúrokat azt hozza. Amorim tovább, ott mellett hanyat dobja magát Miágu, de marad nálunk a labda. Ez így elég látványos volt, azért ez nem a klasszikus bele. A Cvijicnél már igen, de a Neágu az igazándiból így a színészi képességeit mutatta most meg. Egy perc van még, hozzávetőlegesen a kiállításból. Bodi van bent a jobb szélen nálunk. Amorim. Megint egy komoly színészkedés láthatunk, Adzic szerint nem. Szerintünk pedig 3 góllal vezet az Eto'o Korsós Dorina. Hat az eddigi legnagyobb különbség. Bátor volt a Dorina, hogy szintén nem nagyon rossz labdát összeszed, de elvállalta, bármi lehet. Aj, de ügyes volt kár érte. Ő jött ki halászni, Irmán lövi az első gólját podgoricai színekben a Bajnokok Ligájában. Igen, a halászásnak, a csapdázásnak megvan az a veszélye, sajnos, ha nem sikerül, akkor utána nagyon könnyen ajtóablakzicser alakulhat ki, mint ahogy itt a Podgoricánál is láthatjuk. Ráadásul még ember hátrányban is történt mindez. 9-7 ezzel együtt, és rögves kiegészül az Eto'o. Kroth. Most járt le a kiállítás. Szülland érkezik. Amorim. Bent van a norvég jobb átlövő már. Amorim, Kroth. Az könnyű zsákmánya volt Zdericsnek. Neagu. Szülland fogadja, Rajcevic. Góvédekezés, Szülland pedig robog le, érkezik Löke. Nagyon leolvasta a Brót átlövését most a montenegrói kapus. Jók lesznek azok a húzottak, úgy gondolom. És Derisnek ez a második szezonja a Buducnosban, korábban a Podravka együttesében védett 7 szezonon át a Bajnokok Ligájában, tehát lassan 10 éve folyamatosan ezen a szinten. Rajcevic. Hetes kújnak, alig hanem belül védekezés miatt. Mással nem tudok gondolni. Nagyon használja be a kezét az egyegyezésnél, érdemes nézni, ahogy elmegy, és már próbálta volna befogni a Groth kezét, és úgy helyzetet kialakítani magának. Neagu, és Grimsbø! Zseniálisan véd Grimsbø! Ez a VB döntős formája. Amorim. Abszolút meghálálta a norvég szövetségi kapitány döntését, hogy őt választotta be a keretbe. Igen, ő és Solberg alkották a kapusduót. Amorim úgy érezte, hogy Adzic hozzányúlt. Elgáncsolhatta talán. Nem tudom, hogy lesz-e olyan kameraállás, ahonnan ezt meg tudjuk mutatni. Sérülés ne legyen. Őszintén szóval nagyon megijedtem először, amikor Amorim lent maradt, látszólag ártatlan szituációban. Úgy látom, mintha egy picit a bokája ki is ment volna, vagy nem tudom, lehet, hogy nem komoly, úgy látszik. Martin reklamál, és Popovicsal szólalkozik össze. Elég komoly vita alakult ki most a két edző között is. Popovic azt mutatta, hogy vetít Martin. Igen, egy picit a bokája a Morimnak, úgy gondolom, egy picit megbicsaklat. Jeget is kért. Innen már nem látjuk, de mondjuk belül áll Adzic még itt is.
sajnos nem tudjuk megmutatni, hogy pontosan mi történt ott az oldalvonalnál, majd megnyugszanak a kedélyek. Az biztos, hogy nem önmagától esett el, tehát úgy gondolom, hogy én arra gondoltam, hogy elcsúszott. De akkor ezek szerint lehet, hogy ahogy előszeretett volna indulni onnan az oldalvonaltól, akkor egy kétlem, hogy szándékos lett volna. Azt én is. Igen. Az biztos, hogy összeütköztek, mert látszik mindkettőn, hogy mozgásban vannak. Nem a Bunnárpakor féle látványos játékos eltávolítás volt. Jaj, Grimző védett, de közben beütötte a fejét. Katarina Bulatovic egy újabb lövését hárította, rálépett a labdára, és ennek nyomán esett jókorát Grimsbø. Mint ahogy vártuk, ez a mérkőzés nem lesz könnyű semmilyen téren, és felfokozott állapotok vannak mind a pályán, mint a pálya mellett, és hát ugye ez egy ilyen szerencsétlen szituáció lehetett, nem volt tónusban szerintem, és ahogy elcsúszott, vagy rálépett a labdára, ahogy mondtad, megránthatta a nyakát, igen. Igen, viszont ezek szerint akkor nem ütötte be a fejét, ami egy fokkal talán jobb verzió. És nagyon fontos kivétel Bulatovic átlövését, tehát egy újabb védés. Megint Bulatovicsal szemben. Megint meg lehet lépni három góllal. Kroth. Rajčević lépett ki Krothra. Igen, a Cvijicset már nem ismerik védekeztetni. Ballal! Ennyi lőke. Nem nagyon tudják, hogy merre forog ilyenkor, mert mindkét kezével életveszélyes. Lazovic pedig el is engedte, belül álltam úgy. Jobb kézzel átvette, megnézte, merre van hely, jobb kézzel, bal kézzel lőjem. Jó, legyen az a bal. Hihetetlen. 10-7. Mekmedovic most a bal szélen, hiszen Irman a jobb szélső a Buducnoszban. Lőke Neagura figyelt, pedig meg lehetett volna a labda istán. Bulatovic, belül védekezés. Cvicsnek a válla is bánta az esetet a jelek szerint. 2 percet is szeretnének a podgoricaiak, de az nem lesz. Szerintem abszolút nem bántottuk a vállát, hiszen szemben voltunk vele. Nem láttam, hogy annyira bántották volna a kezét. 7 méteresen nem kell vitatkozni, úgy gondolom. Cvics. Az olasz válogatott elleni felkészülési meccsen a Buducnosz legeredményesebbje volt. A VL fordulót megelőzően 6 góllal. Bulatovic lövi a büntetőt. Neagújét kivédte Grimsbø. És ezt is a kipattanó azonban Bulatovicsé. Ezzel együtt 2-ből 2 büntetőt hárított. Ezen a téren is káprázatos Karjolvi Grimsbø. Ilyenkor szoktak a kapusok roppantul mérgesek lenni, hogy 7 méteres hárítanak, és a kipattanót nem szedik össze a 9-esen várakozó játékosok. Kicsit belealudtunk talán. Zderic ott marad, és Ásztád lövését leolvassa. Neagu, gyors labda felhozata, Bulatovic. Ó, nagyon-nagyon üresen jött Rajčević, az első gólja. Amikor a montenegróiak 32-15-re megverték a magyar válogatottat a VB-n, akkor ő volt az, aki a meccs elején a húzó emberük volt. Pedig a Bajnokok Ligában nem szórta a gólokat az ősszel. Ellenünk 6 gólig jutott, ebbe a paszba pedig belekap. Az egyenlítésért hozhatják most fel a labdát, Mekmedovic, de is lövi. 10-10. Igen, egy rossz átlövés volt ugye az Ásztád részéről, most pedig egy elkapkodott bejátszás, amire számítottak, hiszen azért ők is videóznak, felkészülnek az ellenfélből. Ezt most nagyon jól leolvasták, sajnos gólt kaptunk belőle, de újra előről kezdhetik a támadás és az előny megszerzését a győriek. Amorim. Lőke küzdött ott, óriás is, Zderic. 7-es.
lecsapták a hatost. Ott Akruk Bizdra bekeveredett a hatoson belülre, és úgy jött védekezni. Szülland lövi a büntető Zdericsnek. Aprítanak minket rendesen. Szülland. Fehérváriak ellen 6 gólt szerzett. Ezek közül 4-et büntetőből, megvan az első gólja ma is. Három vendéggól után sikerült most újfent betalálni, kevesebb mint 4 perc van hátra az első félidőből. 11-10. Zvics. Mint várható volt, nagyon hullámzó a... úgy van. Grimsbø. Leválasztották most Brockot Neaguról, de Grimsbø nagyon szépen védte az átlövést. Ugye a Podgorica kezdett jobban, aztán a Győr ugye felébredt, vagy ugye bele megérkezett a mérkőzésbe. Utána most egy picit a Podgoricának volt egy jobb szakasza, most úgy gondolom, hogy a Győr érkezik. Mindenképpen fontos lenne egy előnnyel elmenni a szünetre. Amorim, Neagu most vele szemben, némiképpen átszervezte a védelem összetételét. Hadzsic, Amorim lövését sáncolják, és Zdericsnek így is vissza kellett nyúlnia érte. Cvi is lép fel zárni, aztán viszont nem jó neki a bejátszás, Szüllandot kiállítják. Azért nem volt jó Cvicsnek a bejátszás, mert Szülland szabálytalan volt vele. Nem egy súlycsoportról beszélünk azért, és ugye a Szüllandot nem véletlenül cserélik. Mondjuk ott is gondolom, hogy a Cvics jobban dolgozott abban a zárásban, mint a Szülland a védekezésben. Maximum mixes volt ez. Bulatovic. Rajcevic tovább, Neagu. Bulatovic, Rajcevic, megvan a labda! Löke szerezte meg, de Amorim is nagyon kellett hozzá, és Roth szintúgy. Aztán Roth elalszik, de annyira azért nem, hogy szabályosan elvegyék tőle a labdát. Azért ezt megköszönhetjük, hogy ezt visszaadták, hiszen csak belealudtunk itt ebbe a labda tartásba, a felvételbe. Számomra egy tiszta labdaszerzésnek tűnt, de a két bíró szava dönt. Csak addig volt átszervezett a Budućnost védekezése, ami Bulatovic bent ragadt, Lazovic és Cvic újra a két hármas védőjük. Eltűnik ott Löke Cvic mellett, Amorim ott pedig Rajcevic rángatja meg. Neagu mutatja, hogy törölni kell. Kíváncsi leszek a Cvic, hogy fog ezek után védekezni. Aha, csak véletlenül maradt fent. Hogy védekezik ezek után, hiszen két-két perce van, és azért ilyen kaliberű beállója, sőt nem is tudom, hogy... Hát Lazovic az, aki még ugye a montenegrói válogatottban is ő volt a kezdőbeálló, aki bevethető, de nem ugyanaz a szint támadásban. Hogy maximum még talán, ha jól emlékszem, a Megmedovicot. Igen, olykor Radicevic, aki ugye nem bevethető, hiszen Vardar játékos, a szélsőkkel operáltak. Föltették a játékvezetők a kezüket, időkérés volt már Ambrose Martinnál, alig hanem már passzív, amikor időt kért Martin. Másfél perc van hátra az első fél időben, egy gólos győri vezetés. Is fontos szerepe lesz majd a következőkben. 40
egy másodperc még az ember hátrányból. Na nézzük, hogy fönt volt a játékvezető kezelet, ez kulcskérdés. Fönt. Amorimnak állnak össze. Jön befelé Bódi, Amorim indul el. Lekapcsolják, ott próbáltak helyet teremteni Buda Amorimnak. Akit most Rajcevic nem enged a labdához férni. Kroos, benvan! Ó, de kellett ez most. A másik oldalon is volt ilyen, úgy gondolom, megérdemeltük már, hogy nekünk is legyen egy szerencsés gólunk. Zserit bevédte, 12-10. Bulatovic. Rajcevic le a szélre. A hosszú alsó. Neli Irmán második gólja. De van még idő. Létszám azonosság mellett támadhat az utolsó perc kezdetén a Detó. Krót. Lőke próbál pozíciót fogni, nem engedik be a vonalra. Még a Bizdráék. Krót, őt meg lesáncolja Rajcevic, de Króté a lepattanó. Szűk fél perc, nyugalom mutatja Martin, végig lehet támadni. Rót, Ájsztád. Ott talán. Igen. Lehetett volna ebből az egy-egyből egyet. Az gyönyörű. Hihetetlen. Ott három ember között egy labdányi helyha volt, ahova be lehetett tenni ezt. Időt kér Adzsic. Gyönyörű láb közötti bejátszás volt. Ott lóg egyébként Akruk Lökén, az még egy-két percet is megérhetett volna akár, de ne legyünk telhetetlenek. 13-11. Lőke négy gólos. Addig járattuk balról, jobbra, jobbra, balra a labdát, amíg megtaláltuk a Lőkét. A Buducnost a címvédő, és 2012-ben is megnyerte a BL 13-ban és 14-ben az Eto. Ezzel kezdtem az elmúlt négy évet. Ez a két csapat uralta. Közben Adzsic nyert egy EB-t, a montenegrói válogatottal, korábban egy keket a Buducnosttal. Voltak olimpiai ezüstérmesek Londonban. Marad a beállóval, próbálják nyomás alá helyezni az ellenfelet, a szélsőknek figyelni kell a felé mozgó emberekre, és hát fajtolni kell, amennyiben lehetséges, meg kell próbálni. Bulatovic, még messze vannak, Rajcevic, Rót mellett, nyolc távol tartotta a kaputól a holland játékos, időn túli szabad dobás az első félidő végén. Reklamálásért kap egy sárgát. Bulatovic vette kézbe a labdát. Úgy látom, hogy itt a rövid oldalt, a kapusnak a rövid oldalt, a bal keze felül résznél vannak a picit alacsonyabb játékosok, reméljük, hogy... A hosszú blokk és Amorim takarja elvileg. Ne sérüljön meg senki, ez a legfontosabb. Nem sérült meg senki, a labda megvan, lesáncolják, 13-11, 7 gólos győri vezetés az első fél időt követően. Nem rossz összességében. Nem rossz, az előny megvan, mint ahogy vártuk, egy nagyon kemény, munkás kis mérkőzésről beszélhetünk. Tehát itt azt az előre számítani lehetett erre, hogy itt mindkét csapat keményen meg fog dolgozni minden egyes gólért, minden egyes megszerzett labdáért, de úgy gondolom, hogy ne legyünk elhetetlenek, két gólos előny. Az a végén is megfelel, nekem legalábbis, nem tudom ki, hogy van vele. Gondolom mindenkinek szerintem. Szóval innen folytatjuk majd, de előbb jön a szünet és az értékelés Budapestről. Rövidesen kezdődik a második félidő, 13-11-re vezet a győri Audiától a Buducnost ellen, és összeállítás a kapusokról. Valóban jobb
a győri kapus Grimsbő eddig Zdericsnél, de nem azért, mert Zderics nem véd jól, hanem azért, mert Grimsbő egészen szenzációs, akit jól véd összességében a vendégek horvát kapusa is, nem? Igen, úgy gondolom, hogy a Grimsbőre abszolút nem lehet panasz, elég megbízható 7 méteres hárított átlövés szicer. A másik oldalon ugye volt egy-két pontatlan lövés, én úgy gondolom, hogy ott kevesebb volt a bravúrnak mondható, de több edző szokta mondani, hogy legyenek meg a kötelezők, és utána jöhet a bravúr. Sokszor többet ér, mint több parádé, de úgy gondolom, hogy a Grimsbő folytatni tudja. 42%-on Grimsbő, 35%-on egy védéssel mutatott be egyébként kevesebbet Grimsbőnél Zderics, úgyhogy eléggé hasonló teljesítmény, de Grimsbő védései látványosabbak és a szívünknek kedvesebbek voltak. És nagyon fontos a játékosok számára, hogy mögöttük egy olyan kapus teljesítmény van, hogy esetleg ők hibáznak egy-egy pillanatban, akkor azért hátul van egy megbízható kapus teljesítmény. Sőt, hogyha klasszis, akkor meg ugye azért bátrabb a védekezés, keményebben bevállalhatnak esetleg egy-egy olyan fellépést, amire nem készültek előtte, mert tudják azt, hogy azért hátul ott van most egy jó Grimsbő. Adzsics. Nem érezni egyelőre, legalábbis azt beszélgettük egymás között, nem érezni egyelőre, és hangsúlyosan egyelőre a Buducsnosztön azt a minden áron való győzni akarást, azt a mindenen átgázolást. Lehet persze ebben a játékvezetői felfogásnak is szerepe, mert egy picit visszafogottá is teheti őket. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy az Etónak ez egy sokkal fontosabb mérkőzés, mint az eddig veretlen Buducsnosz számára. Igen, abszolút, hiszen hazai pályán nagyon fontos, hogy a hazai pályán lévő mérkőzéseket ugye behúzzák. Míg ugye a Buducsnosz, ahogy beszéltünk, a csoport élén áll, ő nekik azért kevésbé, nem azt mondom, hogy nem fontos, de ők nem sok mindent veszítenek azzal, hogyha ezt a mérkőzést esetleg nem húzzák be. A Győrnek annál inkább, hiszen esetleg lemaradozhatnak, vagy a pontok miatt sokkal-sokkal fontosabb. Tehát elég szoros azért ez a csoport, itt a bukarestieknek épp úgy 5 pontjuk van, mint az Etónak, és a Mityulát sem áll rosszul, szóval itt azért 5 csapat pályázik még 4 további utóhelyre, ezt nem szabad szem elől téveszteni, bármilyen jó csapat is az Etó, ezt pontokban is meg kell mutatni. És itt azért ne felejtsük el, hogy itt azért az a két sérült játékos komoly pozíciót, komoly szerepet kap itt a Győr életében. Jó, Szülland! Ez nagy érvágás a Győrnek, azért a többi csapatnál nincsenek ilyen hiányzók. Ő náluk folytatni kellett a munkát, míg nálunk azért újra kellett építeni egyes taktikai elemeket, játékelemeket, védekezést, jobban átgondolni a cseréket. Rajcevic megint meglépett 3-mal az Eto. Neagu megtámasztotta őt Krót. Olyan lábmunkával rendelkezik, hogy elindul bal oldalról, és esetlegesen a jobb oldalon tudjuk csak megállítani. Akkor is szinte majdnem szintzert lő. Ott azért még vészes egyére ott volt. A Handball Planet című kézilabdás oldal, vagy nevű kézilabdás oldal egyébként 2015 legjobbjának választotta meg Neagut, illetve az olvasók egészen pontosan. És könnyen lehet, hogy az IHF-nél is ő lesz az év kézilabdázó nője, de 2010-ben már megkapta ezt a címet. Van a győrieknél is két olyan játékos, aki már volt a világ legjobbja, Löke, illetve Amorim. És 2010-ben ugye akkor bronzot nyertek. 21-22 éves volt. Igen. Tehát még nagyon a pálya elején volt. Nagyon régóta tehetségnek tartják, nagyon régóta zeng tőle azért a nemzetközi sajtó. Neagu, ezt most mellé lövi. Vele kapcsolatban a sérülések jelentettek problémát. Az elmúlt 4 évből közel 2-t kénytelen volt kihagyni, a vállával küzdött sokat. Löke tovább tudja tenni, ez már önmagában bravúr, az ejtés viszont nagyon-nagyon halovány. Kiállítás kell, hogy legyen.
lökét vitt a földre Irmán. Azért ez luxus, tehát akármilyen jó, hát ezt írhatjuk a Korsos Dorina kora, fiatal kora számlájára. Nem tudom pontosan a montenegrói kapus testmagasságát, de a innen nézve azért egy bőségesen 1.85-öt szerintem üti. Igen, a körül van. Egy jó ejtés úgy gondolom hatékony lehet, de azért ez nem az a labda volt. Niagu, ember hátrányban vannak a kékmezesek most. Mekmedovic, Cvi is próbálja Brokkot elválasztani Niagutól. Rajcevic indul meg a labdával, és hoz össze egy szabad dobást. Kétlem, hogy ez három lépésből oldotta volna meg. Nem sikerült hetesig elérnie, azért az fontos. Krót tartóztatja fel megint Rajcevicet. Neagu, most tették fel a kezüket a játékvezetők. Neagu, ott nincs hely. Brok zárt össze lőkével. Nagyon időhúzós a játék. Brok, aj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 
Itt már túljutott rajta Neagu. És bejött ez az úgymond időhúzós játék a Buducsnosznak, mert most már nálunk is van egy kiállítás, ráadásul a passzív játék is semmis. Van idejük tehát Bulatovic. Neagu. Rajcevic visszaforgatja Neagunak. Érdekes, hogy Neagu nem vállalkozott. Középen történt közben szabálytalanság. A messzfogásokat nagyon figyelik ezek. Igen. A német játékvezetők. Nagyon figyelik a beállók munkáját. Ezek egyébként olyan instrukciók voltak, amiket a VB előtt kaptak a játékvezetők. Messzfogás, beállók játéka, beállókkal szembeni védekezés. Ezekre különös figyelmet összpontosítottak. Roth. Amorim, még éppen időben, Roth, gyönyörű bejátszás és nagyon szép védés Deritztől, viszont a kipattanó szillámnál kötött ki. Két jó védés egymás után az Deritzt részéről. Jól kezdte a második félidőt. Irmán visszatért, ember hátrányban az Eto'o, Amorim, Bulatovicson próbált keresni Szülland, Zvíj csütött előkelől, ez átlátszó volt. Igen, semmi esetre sem jó megoldás, hogyha válmagasságban történik a bejátszás. Grimsbő olvasta. Még így tisztán lőtt most Neagu viszonylag. Ez igen, ez egy abszolút gyönyörű lövőhelyzet, ezt lőni kell minden áron. Grimsbő tudta, hogy ebben a szituációban a Neagu-ba fogja lőni. Fontos volt, úgy gondolom, hogy őr szempontjából ez a védés mindenképpen megtartani a három gólos előnyt. És pörögnek a másodpercek. 15 van vissza a kiállításból. Amorim nem lépnek ki rá, de aztán mégis odaér Rajcevic. Egy picit talán tétovázott Eduard Amorim, és ezt használta ki Jelena Rajcevic. Igen, nem volt rámászott, úgy gondolom, egy picit a falra, vagy pedig ugye nagyon jó ütembe jött a kilépő. Hiányzott az a megfelelő lendület, amiből ő pontosan és erősen tudna célozni. Ezt mondja, hogy a térdére már egyáltalán nem kell figyelni. Nyilván ez azért pszichés gátakat jelenthetett a sérülés után felépülve. Igen, az a legfontosabb. Ő is mondta, hogy már talán fejben elfogadta, hogy meggyógyult a lába. Innentől fogva most már jöhet újra az a tempó, amit tőle megszokhattunk. Kisebb térdvédőt is használ, kisebb a térdvédője, mint a szezon elején. Tehát azért az biztos azt jelenti, hogy a lába valóban rendben van. Föltették a kezüket a játékvezetők. Hetes. Lazovic elengedte lőkét, de nem időben. Belemenést reklamálnak, de nem lehet belemenés, hogyha...
gondolom, hogy mind a ketten egy formán estek hátrafelé, belemenni semmi esetre sem lehetett volna. Kap egy sárgát Adžić reklamálás miatt. A norvég játékosok látványa nyilván rossz emlékeket ébreszt a montenegróiakban, mert egy góllal kikaptak tőlük a VB negyed döntőjében. Lazovic ott piros lapot kapott azon a meccsen, ráadásul támadásban. Szillandlövik a hetes. A harmadik gólja. Tizenöt-tizenegy az eddigi legnagyobb különbség a mérkőzésen. Mekmedovic, Bulatovic, Rajcevic, ő 6 perc elteltével lőnek volt a második fél időben a vendégek. Első gólja, nagyon dinamikus játékos és nagyon hatékony tud lenni betörésből. Betöréses átlövés gólt láthattunk tőle, de első gólja, ha jól tudom, második gólja. Az első fél időben lőtt egyet Rajcevic. Lerohanásban jönni, de nem rosszabb. Amorim, az nem jó, Mekmedovic viszi el, és aztán megvan a labda, Szilland. Jól számolt, pedig én úgy láttam, hogy el akarja kerülni az ütközést. Ő nem vetette oda magát, tökéletesen bejött a számítása. Mekmedovic még mindig toporzékol mérgében. Roth. Amorim indul el, Lazovic löki, középen pedig löke szabálytalanul zár. Nem nagyon tudunk igazándiból a lövőknek lövőhelyzetet kialakítani, a klasszikus lövőhelyzetet, hogy leszorítanánk a falat. Inkább maradnak a húzások a betörésekre való lehetőség, illetve a lőke megjátszása. Bent van közben Jaukovics, Neagu helyén alátlövőben. Nagyon tehetséges montenegrói tinédzser. Felnőtt válogatottban is volt néhány mérkőzés, amelyen kifejezetten villogott a VB-n. Újabb kiállítás, Amorim, Mekmedovicot dolgozta meg. Szintén a beálló elleni, befutó játékos elleni védekezés. Szépen kapaszkodott az ellenfél vezébe Mekmedovic is. Igen, ezeket nagyon nehéz megítélni. Ki fog előbb, ki fog inkább, nem tudom, mit tesznek figyelembe. Ki kezdeményezett, tudom persze. Jaukovics nem jó. Rajcevic passzolta ki a labdát. Úgy gondolom, hogy a Nike Groth egy pici lökést adott itt a Mekmedovicnak, és abban esett el. Volt benne mezre húzás is, de nem hiszem, hogy az lett volna a döntő. A bírók azt fújták. Hódi a jobb szélen. Ember hátrányban vannak a mieink. Hódi. Korsós. Roth. Kellene esetleg egyezni itt a Cvic. Gyönyörű gól! Jaukovicsot ugrasztotta meg Nekek Roth. Szenzációs gól volt. Ketten is elszálltak, Bulatovic és Jaukovics mellett. Mindenképpen a klasszisára utal, úgy gondolom. Fiatal játékos, most jött fel a pályára. A játékban egyből rá egyezni, az abszolút nagyon jó taktikai húzás volt. Marad a labda még a Buducsnosznál, Grimsbő védte Bulatovic lövését. Prinzdra, vagyis a férjezet nevén Akruk irányít, a lengyel válogatott játékosa. Rajcevic ült tehát le. Mekmedovic, Jaukovics, Bulatovic teszi tovább. Bulatovic bejátszása, és mellé nem tudta összeszedni, de nem bántották King Akrukot. Elbizonytalanodtak a bírók, várták, hogy mi lesz belőle. Ról nem tudta jól átvenni a bejátszást, igazándiból ennyi történt. Kicsit oda nyújt a labdára, de nem történt szabálytalanság, én azt gondolom, magam elfogultságával persze. Érkezett Alstad,
Szöland. Látható egy picit tanástalanság Ástátnál, ez abszolút érthető, hiszen egy hete edz a csapattal. Szöland eltalálta szintes Derics lábát, és indulnak ebből Mekmedovics. Belövi Mekmedovics. Ez a harmadik gólja a mérkőzésen. Jaukovics indította előt. Hogyha még ehhez is hozzáért volna egy kicsit Grimsbø. Szöland. Ájsztád nem indul a kapu felé, de ez meg kell, hogy legyen, úgyis van. Mentette, amit lehetett, a labdát lehetett. Roth. Ezeket talán lehet, hogy meg kellene vállalni. Szélsőknek. Gondolom, hogy egy picit bizonytalan a támadó játék, egy picit megálltunk, húzzuk a labdát, de igazándiból senki sem mer a kapu felé menni. Ástád. Lőke. Ott nyugodtan lehetne egyegyezni. Ástád. Zseniális passz hát mögött. Korsós lövését védte azonban Zderics. Óriási taps a győri kispadról. Annak dacára, hogy kimaradt a helyzet. Nagyon-nagyon szép labda volt ki a bal szélsőnek. Hát mögött ki passz. Lőke. Roth. Szöland. Kicsit beletotyogott. Nem fújják be lépésnek. Önbe a nagy kezük viszont. Lából lövi Jaukovicsot Roth. Ájsztád. Hozzáért a kapus? Nem, a kapufáról jött ki. Ezen most a győri szurkolók borulnak ki. Itt látszódott, hogy nagyon elbizonytalanodtunk a támadó játékban. Nagyon szép játék volt a bal szélsőnek, és utána pedig itt két elkapkodott lövés volt, amiből akár Boris születhetett volna, de azért ez egy nem kijátszott akciók voltak. 12 perc alatt 5 gól született a második félidőben, csupán ebből 3-at lőtt az Eto, most meg Jaukovics egy óriási kapufát. Jaukovics Lőke mellett. Jaukovics volt az idei U19-es EB legjobb játékosa és volt királynője. Cvícset hagyják, Grimsbøre hagyják a feladatot. Ez nagyon okos volt az Amorim részéről, hogy már nem bántotta a beforduló beállót. És hát a Grimsbø egy újabb rabót mutatott be, ami lökést adhat, reméljük a csapatnak, és sikerül egy jó kidolgozott akció után gólt szerezni. Amorim. Roth. Nagyon nehezen találnak most helyeket. Rothnak talán sikerül, belesípolnak, amikor már-már túljut Bulatovicson. Szüllant nagyon-nagyon sok labdát visszahoz, de befelé ott tömöríti a falat, lehet, hogy egy picit játszhatna a széllel, egy-egy átemelést lehet megpróbálhatna kifelé, hogy a Bódi Bernit itt helyzetbe hozzuk jobb szélen. Annyira sűrű vannak középen. Szöland. Roth. Jaukovics sáncolt. Mekmedovics pedig indul. Próbálja kifelé kényszeríteni Szöland, és sikerrel jár. Jól oldotta meg, és már mehet is le. Befelé zár Szüllánd. Persze a labda marad a Buducsnosznál. Nagyon jól visszaért, és nagyon jól tette szintén, hogy nem rángat fel az utolsó pillanatban, elengedte, és így csak egy pautot fújhattak a bírók. Irmán. Jaukovics. Az első gólja. Őt azért nem hagyhatnánk lőni, tehát az előbb is egy óriási kapufát lőtt, és ha jól látom, ez is kapufásból volt. Tehát ő neki abszolút megvan a lövő ereje arra, hogy eredményes legyen. Roth. Amorim. Lazovics lép ki rá.
aztán Akrukkal is találkozik. Ezeket a labdákat lehetne tovább húzni, ha már ketten lógnak a nyakán, akkor valószínűleg esetleg emberelőnyös szituáció alakulhatnak ki a másik oldalon. Igen, igen, ezt én is úgy gondolom, hogy itt volt az ideje. Időt kért Ambrose Martin. Megállt a támadójáték, nyilván ezen próbál módosítani most. Igen, ilyen tologatjuk a labdát, és most úgy gondolom nagyon-nagyon sűrű most a Buducsnosznak a belső négyese. Na nézzük, hogy sikerül-e megnyitni ezt a védelmet. Közben felvételről láthatjuk ezt az időkérést. Popovics, az egykori klasszis, mondhatni legendás átlövő, csimpaszkodott még Jaukovicsba, és bekísérte a hatosig, folyamatosan magyarázott neki. Na nézzük, hogy tudunk-e ott keresni Jaukovicson egyegyezéssel. Löke próbál zárni. Amorim, használjátok Dudát, mondta Martin, és ez megtörtént. Na ez volt ez egy klasszikus átlövés gól volt, meg volt a megfelelő lendülete, nem értek ki rá. A Glottot különben ráküldte erre a fiatal 9-es játékosra egyezni, mint ahogy a nagyon szépen az előbb megugrasztott és gólt szerzett belőle. Figyelni kell a Mehmedovicsnak a csapdázására a balszérről. Irván. A miénk a labda. Jó lenne egy lerohanás gól. Amorim. Nyakon csípi őt Akruk. Akrukot egész életében elkíséri majd a VB negyedik hely emléke, és a brazilok elleni csoportmérkőzés emléke, mert ott felszakadt az arca, és egy nagyon komoly sebb van ott, még most is nagyon látni, és szerintem a sosem megy onnan el. Roth egyegyezésből eddig nagyon jól megvalósították azokat, amiket Martin említett, amiket kért az időkérésnél. Nagyon jól észrevette, nem tudott bejönni Lazovic védekezni, ugye a Cvijic nem tudott lejönni, ugye hármasban nem mert bemenni, gondolom, ugye a két-két perc után, és nagyon jól a Roth megkereste a fiatal montenegrói játékost is, egy rutintalanságából adódóan nem tudta megoldani a védekezését. Szöllás pedig belőni a büntetőt Abdallahnak, az első tunéziai kapusnak a Bajnokok Ligájában, akit most télen igazoltak. Szüllán 4 gólos már, és 4 gólos az Eto vezetése is. Jól hangzik, úgy gondolom. Megdolgozik érte rendesen a Győr, hogy meglegyen a megfelelő előny. 3 lövővel most a vendégcsapat. Neagu játszik középük. Neagu egy helycsere után. És újabb beálló, szélső futott második beállóra. Mehmedovics az egészen pontosan. Neagu Löke feltartóztatja, aztán viszont eltalálja az arcát Neagu. Tovább ment a keze a lövésnél, esetleg az történhetett. Lövés után. Nem, ott takarított. Még egy könyökös. Így van, takarított. Hát ez szinte a játékosok 99%-a használja. Nem érezte Neagu, hogy bocsánatot kéne kérnie. Csak azért említem egyébként, mert általában ez a véletlen látszatát is kerüli, tehát hogy aki nem megy oda ilyenkor bocsánatot kérni, az gyakorlatilag elismeri, hogy nem biztos, hogy véletlen volt. Egy van, és feltételezhetjük valóban ilyen hőfokú mérkőzésen, de azért
az a gyakoribb, amikor... Amikor jön a bocsánatkérés, abszolút. Abszolút, így van. Úgy gondolom, a férfiaknál ilyen nem történhetnek, hogy ne menjen oda hátba vágni az ellenfelet, hogy ne haragudj, öcsém, én voltam. Nagyon szép labdaszerzés volt, és egy újabb bravúr, gyönyörű büntetővédés. Leábú lövését védte Grimsbő, mint egy büntetve a román játékos lökével szembeni faltért. Trót. Ez ilyenkor szokott lenni egy jó bosszú, összenéznek a játékosok, és akkor csak egy kis kacsintással jelzik egymás számára. Szülland, Zerich lába között. Szülland nagyon jól játszik egyébként, hogy összességében az eddigi önmagával összevetve. Nem igazán találta még a játékát Győrben. Most viszont már 5 gólos, ebből 4-et lőtt a második félidőben, egytől egyik belőtte a heteseit. És ő is azért ott volt a világbajnokságon, világbajnoknak mondhatja magát, de nagyon kevés szerephez jutott. Tehát mutatni 2 hétig csak edzett, és ugye azért... Hát Bulatovics ezt belőtte, és kicsit úgy láttam, hogy irányt változtathatott a labda. Egy újabb sáncos lövés talán. Második ilyen gólja volt, és volt egy hetes utáni kipattanója. Tehát mondhatni, a 4 góljából 3 elég szerencsés körülmények között esett. Szilland. Egy beállós felkanyarodás lesz, amit már a bal oldalról többször csináltuk. Ugye kerestük volna az egy-egy lehetőségét a... Szilland ellépte most. A Groth ugye a fiatal... Jaukovicson, igen. Jól lép neki Jaukovicsra, de egy ütemkésés volt. Nem vitte be Irmán. Visszafelé, befelé akarta hozni a labdát. Bulatovics egy lesújtó pillantást, el is ereszt felé. Hát ezt be kell vinni, ezt mindenképpen. Itt 4 ember azon dolgozott. Nagyon szépen végment a húzás, ugye asszisztált a győri védelem hozzá. Ezt be kell vinni, tehát ez egy jó, abszolút kidolgozott helyzet volt a szélső számára. Diago. Jó az irányváltás, és benn van. Grimsbő belekapott még ebbe is. Diago a 4. gólját lőtte. A dánok elleni mérkőzésen a negyeddöntőben a VB-n 15 gólt lőtt. Egészen félelmetes volt. És úgy, hogy a dánok emberfogással fogták. Igen. És folyamatos leválasztás játszott a román csapat. És abból tudott eredményes lenni, így van. 15 gólt VB-n nem igen szoktak lőni, főleg nem negyeddöntőben. És főleg nem úgy, hogy emberfogás van rajta. Igen. Amorim. Most viszont... Ez a 4 gól azt jelenti, hogy Neagot egészen jól féken tartják a győriek. Ez egy komoly munka azért, ne feledjük. De egy picit az Amorimnál látom, hogy elfáradt. Protot lesáncolják, még mindig passzív. Amorim 10-ről, megint sánc, ugye bevitte a magas emberek fölé mindkétszer a Leto. Mekmedovics, visszaértek a mieink. Neago. Jön lendületből Rajcevic a második hullámban, Grimsbő! Felkínálta neki azt a területet, mint egy, és aztán összecsapta a lábát is. Nagyon szépen csinálta. Ez amikor a kapus játszik a mezőnyjátékossal. 12 védés, 43%. Remek. Nagyon nagy szerepet játszik a Grimsbő abban, hogy a Győr 3 góllal tud vezetni. Halstad, Groth, Szülland. Halstad indul el, Groth, nincs vállalkozás, fönn a játékvezető keze, Szülland, fölé pattintja. És itt továbbra sem használjuk most a jobb szélt, nem, mint a Borsos Dorinot bal szélen esetleg több lehetőséghez jutna. Rajcevic forgatja vissza Neagónak a labdát, de 19-14 volt, 3 győri gól után, most 2-t lőtt a Buducnost. Közben megérkezett a hivatalos nézőszám, 5220,
csordultig telt ház, egyébként is a győri csarnok volt a leglátogatottabb az első csoportkörben. 4732 néző volt az átlag nézőszám az első három meccsen az idei BL szezonban. Közben marad a labda Buducsnosznál, Grimsby egy újabb védését követően. Bajnoki mérkőzéseken sem fordul nagyon elő, hogy minimum félház ne legyen. Neagu, Bulatovic, elég türelmesek most a német játékvezetők. Rajčević-et fogja meg Lőke. Szintén passzív, akárcsak ami jól. Neagut Rót tartotta fel. Neagu, Bulatovic lövi és Grimsbø. Azért egy ilyen támadó potenciállal bíró csapat egyáltalán nem tud érvényesülni az Eto ellen, és igaz, kell egy nagyszerű kapus teljesítmény, de kell egy komplex, egy nagyon jó védekezés is ehhez. Nagyon keményen dolgozik a védőfal, és szinte a Drót is csere nélkül játsza a mérkőzést. Ugye a Heidi Lőkétől megszokhattuk, hogy ő fáradhatatlan, elnyűhetetlen, és ugye a Zamorim és a Rock nagyon keményen dolgozik ott két-hármas védőben. Szülland adott egy óriási passz, csak Korsós nem vitte be. Alstad, Krót, egyegyezik Krót Bulatovicson. Csak szabad dobás. Rajčević már belül volt, de valószínűleg addigra sokat lépett Krót, másra nem tud gondolni. És egész véletlenül tenyérrel ment az arca felé. Ez pedig 7 méteres. Lőkét végül sikerül megjátszani. Ha kintről nem is veszélyes mostanság az Eto, leszámítva Amorim átlövését, Lőkét egyszer-egyszer meg lehet találni ott a sűrűjében, és hogyha eljut hozzá a labda, akkor szinte biztosított a hetes vagy a gól. És egy újabb gyönyörű láb közötti. A gólszerző pedig Szülland. A negyedik büntetője és a negyedik hetesből elért gólja fél tucatnál jár már összességében. 20-16. Kevesebb, mint 6 perc van hátra. Rajčević bejátszása, Cvíč összeszedte végül. Az első gólja Dragana Cvíčnek. Megszelídítette a labdát, igen. Elengedtük, nehogy véletlenül is 2 perc 7 méteres legyen. Végül csak megtalálta. Amorim próbált még oda piszkálni, de előbb ért el Cvíč a labdát. Lőke egy pillanatra üresen maradt, csak azt akartam mondani, hogy Szülland nem passzolt most. És Adzsic most már úgy gondolom bevállalja azt a rizikót, hogy a Cvíčet védekezteti egy esetleges harmadik 2 perc kapcsán. Krót. Igen. Igen, Cvíč van ott Jaukovics korábbi helyén a hármas pozícióban. Alstad. Lőke! Alstadnak elhitték, hogy ő vállalkozik majd. Heidi Lőke 5 gólos és tarthatatlan. Nagyon hiteles volt az Alstadnak a löpőcsele, hogy őt lőni szeretne. Rajčević, rajta volt Grimsbø. Rajčević 3 gólos, és meccsben marad ezzel a Buducsnost. Grimsbø pedig nekiütközött a kapufának. Nagyon jó rajta van a lövéseken, egy nagyon pici hiányzott neki, hogy ezt is övédje. Ezt a Krótnak súg oda valamit, már amennyire a sugdolózás eredményes lehet ebben a hangzavarban, bár most viszonylag csendesebbek ebben a pillanatban a győri szurkolók. Szülland. Aztán. Krót bejátszása, Lőke birkózott Cvíčsel, és ezúttal a Szerbia nyert. Bulatovic, Rajčević. Cvíčet megtalálja, feljönnek 2 gólra. Nagyon okosan játszott most a Knezovic. Annak ellenére, hogy az ellenfél csapatába tartozik, megvárta, amíg rálépnek, és utána játszotta meg a beállót. 21-19, több mint 3 perc van még. Krót, Alstad,
5-1-re váltott át a Buducsnoszt, ha jól látom. Rajcevic az, aki fellépett Krótra, Korsós hozza a labdát, Rajcevicet ki fogják állítani, de lehet, hogy Bulatovics volt az, aki oda nyomott. Tanácskoznak a játékvezetők, ki mit látott? Nem nagyon kellene várni, úgy gondolom, mert... Bulatovicsot küldik ki. Biztos, hogy nem magától esett össze, ott belement a darálóba, és elég szépen ott azért megkínálták. Hát, Nezevics megint véletlenül ott hagyta a könyök két kezét, mint ahogy megszokhattuk. A négyszeres BL győztes Bulatovics ült tehát le, mellette láttuk Akrukot, nagyon komoly sem maradt ott a szeme alatt. Slagerzével, Slayerzével, illetve az Etóval 1-1 BL-t nyert Bulatovics, a Buducsnoszttal már 2-t, az előző 4 szezonból 3-szor az a csapat nyerte a Bajnokok Ligáját, amelyben ő játszott. Le lehet igazolni, mint szerencsehozó kis kabala játékos. Hát, talán több is annál, igen. Amorim. Nagyon fontos lenne gorra vártani az ember előnyt. Krót. És szépen szélesen játszanak a mieik. Bódi! Most eljutott hozzá a labda, és sanszok nem volt, hogy odaérjenek. Dicséretre méltó, végig futott a második fél időt, 27 percen keresztül lefelfutkározott, még szinte passz sem tudott adni. És... Igen, először lőtt kapura Bódi, és fontos helyzetben belőtte. Neagu, Rajcevic, Pavicevic tovább Neagunak, ez pedig Grimsbőjé, pontosabban visszakerül így a Buducsnoszthoz. Neagu veszekszik a játékvezetőkkel, elmondta a román szövetségi kapitány, a svéd Tomás Rieder, hogy nem könnyű esett Neagu. Ennek a jelei mutatkoztak meg most az elégedetlenségében. Amikor nem megy neki, akkor hát nem ezzel a szóval mondta, de kiállhatatlan, nem lehet hozzászólni, és a többiek sem állnak meg előtte a lábukon, ezt mondta róla Rieder. Meglepő őszintességgel egyébként egy sajtótájékoztatón. A klasszisokkal úgy gondolom, hogy sohasem egyszerű bánni. Egy pár ebből lehet, hogy egy külön tanulmányt is lehetne írni. Három gól, kevesebb, mint 2 perc, és szűk 1 percen át még ember előnyben az Eto. Nagyon jó pozícióban a Győr a címvédővel szemben. És hogyha meg lenne ez a meccs, akkor pontszámban utoléri a Buducsnosztot az Eto. Switchre kell figyelni, illetve a befutó szélsőre, aki Pavicevic lehet ebben a helyzetben. Hát sok minden másra is, ugye Neagu, illetve Rajcevic és a beálló kapcsolatára Grimsbő. Talán a meccsembere. Abszolút úgy gondolom. Lövő helyzetet alakította ki a számára, de a Grimsbő olvasta ezt a lövést is. És nagyon nagy része ennek, úgy gondolom, most már kimondhatjuk ennek a győri győzelemnek. Amorim, Krót, Szülland. Elléptek Krót, ezt mondják, Rajcevic próbálja gyorsan elindítani az akciót, Neagu, Krót fogadja, belenyúlnak a passzába, Zvíj szedi össze, de aztán legyőrik, óriási hátas dob, a hatalmas termető és bivajerős Korsós Dorina állt a Zvíj útját, ettől sérült meg. Ezt azért annyira látványos volt, hogy itt azért meg tény és való, hogy hárman fogtuk közve, de... Igen, jött Löke is szemből, de Korsóssal itt között. És azt ő is tudta, hogy hát, miért ne próbálná meg
48 másodperc a végéig, zsebben a meccs. És két cserével lejátszotta a Győr ezt a mérkőzést. Igen. Rajcevic. Neagu. Megint nagyon jó védekezés. Lehetett arra gondolni, hogy nem lesz sok gólos meccs, sőt, szinte biztosra vehette ezt mindenki, de egyelőre 20 gól alatt a Budućnost. Most már 20 gólon, de ez ettől függetlenül elképesztő fegyvertény. 22-20 az utolsó másodpercek a mérkőzésen. Nagyon oda tette magát erre a mérkőzésre, nagyon szépen dolgoztak csapatként a győriek. És ennek győzelem lett a vége, a szünetben megvolt már a két gólos vezetés, a végére is megmaradt, hozzáteszem, 19-14 is volt, tehát 5 gólos is volt már az Eto'o előnye. Egy bevallottan még az összeérés fázisában lévő sérülésektől tizedelt csapat legyőzi a címvédőt. Persze lehet mondani, hogy Győr amúgy is oroszlán barlang, és ide nem győzni járnak azért az ellenfelek zömmel, de ez mindenképpen nagyon komoly teljesítmény és nagyon komoly eredmény. Abszolút, abszolút. Nem véletlenül ez, nem véletlenül örülnek ennyire a játékosok, hiszen óriás. Úgy gondolom, hogy a teher nem is volt a vállukon, de a győzni akarás és az akarni, az, hogy legyőzzék ezt az erős Budućnostot, az mindenképpen múlt kárt bennük. És úgy óriási fegyverténynek tartom én is valóban, hogy sikerült behúzni ezt a két pontot. Mindjárt jobban fest a táblázat, most már 7 pontos a Budućnost mellett a győri Audi Eto'o együttese is, és nincs már veretlen ebben a csoportban. A másikban igen, hogy a Rostov azzal, hogy a Hadid Szűkenbár de legyőzte hazai környezetben. Nem véletlenül csak mosolygos arcokat látunk, és most ugye megköszönik a közönségnek azt a biztatást, ahogy 8. emberként szinte itt végig a csapat mellett álltak. Következő feladat majd a Sävehof elleni idegenbeli mérkőzés lesz az Eto'o számára. Egy elvileg kötelező feladat, de azért nagyon oda kell figyelni. De az az a mérkőzés, vagy az az a két mérkőzés, a Sävehof elleni két meccs, amit mindenképpen hoznia kell minden egyes olyan csapatnak, amelynek komoly tervei vannak. Majdnem azok a nehezebb mérkőzések, amit kötelezőnek kiáltunk ki, hiszen tudjuk azt, hogy győzni kell. Ritkán szokott elsülni, úgyhogy egy nagyon szép játékkal húzzák be a lányok a két pontot vagy a győzelmet. Lehet tovább folytatni a munkát, lehet tovább építeni az ástátot a csapatba. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos része volt a csapatnak, hiszen fontos pillanatokban voltak nagyon jó bejátszásai a Lőkének, amiket a Lőke góllal tudott befejezni. Tehát nincs megállás, lehet ápolni a sérült testrészeket, remélhetőleg a Kovacsics is már pályára tud lépni, bővül egy picit a repertoár a támadó játékban és védekezésben szintén. Ugye a Sävehof elleni mérkőzés után pár hetes szünet következik itt, tehát ott már Görbic Anita felépülése is várhatóvá és nagyon időszerűvé válik. De annyit még Alstadra visszatérve, hogy védekezésben nem is láttuk legfeljebb a szélen, az hosszabb időben telik, még ott is bevethetővé válik. Ugye itt vannak páros kapcsolatok, játék kapcsolatok, amiket támadásban használhat, Lökével, Króttal akár, vagy Szüllánddal adott esetben. A védekezésre speciális az Eto'onál? Úgy gondolom, hármas védő szokott lenni a norvég válogatottban, legalábbis amit most a világbajnokságon láttam. És ha emlékeim nem csalnak, akkor hármas védőben lehet, hogy ki tudja majd váltani percekre az Amorimot, illetve a Brokkot, tehát egy újabb lehetőség van az Ambros Martin számára pihentetni a játékosokat, így, hogy a Tomori Zsuzsi kiesett. Igen, valóban, tehát itt megismerni ezt a szisztémát, amit a Győr játszik, az Ambros féle játékot, az Ambros elképzeléseit védekezésbe, igen, azért az több időt fog igénybe venni. De ugye a BL-ben lesz egy kisebb szünet, de a bajnoki mérkőzések folytatódnak, tehát itt lesz egy hét, amikor ugye egy héten belül lesz egy siófok és egy békésebb a mérkőzés, azok jó alkalmat biztosítanak majd az Eto'o számára, hogy
az Alstartot esetleg, ahogy mondtad, védekezésben, támadásban többet használni, több feladatot kapni, rábízni. És ugye azután, a szünet utáni Bajnokok Ligája mérkőzésen még komolyabb feladatokat el tudjon látni, illetve eredményesebb legyen. Most jön az a szakasz, és már be is léptünk abba a szakaszba, ami természetesen a döntő része ennek a szezonnak, ennek a Bajnokok Ligája idénynek. Tehát közeledünk lépésről lépésre, meccsről meccsre, azok felé, a mérkőzések felé, amelyek majd meghatározóak lesznek a szezon szempontjából. Így is készültek a győriek nyilvánvalóan, és ez most egy nagyon jó lépés, egy jó nagy lépés volt előre ez a mostani mérkőzés, meg az is egyébként, csak úgy zárójelben teszem hozzá, mert azt hiszem még nem említettem, hogy Lőke hosszabbított, ugye voltak talán kérdőjelek, legalábbis a sajtóban ez jelent meg, de 2017-ig meghosszabbította a szerződését Heidi Lőke, tehát ő is marad a következő szezonban, jön majd Nora Mörk, úgyhogy lesz majd az építkezésnek folytatása, és nem ér véget természetesen az idény végén. Úgy gondolom, hogy a Heidi Lőkének nagyon nagy szerepe volt abban, hogy a Nora Mörk a jövő szezontól, a következő szezontól Győrben fog játszani, illetve a Nora Mörknek nagyon nagy szerepe volt abban, úgy gondolom, hogy a Heidi Lőke maradni fog újabb egy évet, mint ahogy hallhattuk a bevonulásnál, óriási szeretet övezi, és ugye ő meg is említette, hogy azért nagyon nagy szerepet játszott a döntésében. A szurkolók szeretete, ez a hangulat, ez a közeg, amit itt Győrben tapasztalnak a játékosok a szurkolók részéről. Zajlanak még a pacsizások, és bekapcsolódott a pacsizók sorába, vagy beálltak pacsizók sorába Ambrose Martin is, úgyhogy egyelőre még várunk rá, jön majd rövidesen, illetve készülnek természetesen interjúk. Minden esetre, hogyha megnézzük itt a statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy, és ez pusztán a támadójáték, hogy azért elég sokan hozzátettek. Krót például, Löke, Szülland, és hát a védekezésben pedig még hosszasabban lehetne sorolni a neveket. A Brocknak is volt két fontos gólja az elején. És most már tényleg szélesen mosolyog Martin, nincs az a feszültség az arcán értelemszerűen. Itt azért az elején látszott rajta is, hogy bár volt egy fél mosoly, de azért sokkal feszültebb volt a szokottnál. Így van, láthattuk, hogy azért... Ott van közben Kari Olvi Grimsbő, csak azért hagyta abba Krista, úgyhogy hallgassuk meg a meccsemberét. Köszönjük szépen, kezdjük akkor tehát a nagyszerű kapus teljesítményével, és hallgassuk meg az ő véleményét, aki egyébként a kisfiával érkezett ide az interjúra. What's the key of this victory? We did what we agreed on before the match, and we worked smart and slowly through the game, just fighting, taking one ball at a time. Meg tudtuk valósítani azt, amit a mérkőzés előtt megbeszéltünk, és gyakorlatilag egész mérkőzésen nagyon jól harcoltunk, nagyon jól küzdöttünk, és ez vezetett ehhez a sikerhez. A saját nagyszerű teljesítményét azért egy kicsit elhallgatja, én arra kérném, hogy egy kicsit erről is beszéljen. Some words about what do you feel after the game now, you? Super, I feel really good. It's a great achievement of the team, and it's a good feeling that we will take into the next game. Ez egy fantasztikus érzés ilyen mérkőzésen nyerni, és egy fantasztikus teljesítmény volt a csapattársaimtól is, és ez nekem is nagyon nagy könnyebbséget jelent, hogy sikerült így játszani. Igen, a védekezés végig nagyszerű volt, és remekül sikerült feltérképezni a Budućnost támadójátékát. During the play of Budućnost, do you agree? Yes, I think their type of playing fit us really good, and they wanted to play physical, and we are strong. Igen, valóban nagyon sokat videóztunk, készültünk rájuk, hogy mit játszanak ők. Egy igazi fizikális, kemény játékot akartak játszani, de ezt sikerült megállítanunk, és ez is nagyon fontos volt a mérkőzésen. Ambrose Martin azt mondta a meccs előtt, hogy nem foglalkozik az együttes a sérülésekkel, csak a pozitívumokra koncentrál. Ennek mekkora szerepe volt a sikerben? This is also important for you? Of course, it's very important. We have so many good players here, so if we just stay strong together, we have a good team. Valóban szomorúak ezek a sérülések, de annyi pozitív és annyi erős játékosunk van itt együtt, hogyha mind együtt küzdünk egy célért, akkor ilyen eredményei lehetnek. Köszönöm szépen. Thank you very much and congratulations.
És következik Nike Groth, aki szintén nagyszerűen teljesített a találkozón, úgy, hogy Görbic kiválása miatt tudtuk, hogy óriási teher lesz majd rajta, megbírkozott ezzel a feladattal. Mennyire fáradt el ezen a meccsen, amit gyakorlatilag végigjátszott? It was very hard and a very physical match, so we knew that we need to keep the tempo a little down at times, but I think we fought very well together and I'm very happy with this victory. Egy nagyon kemény, nagyon rohanós mérkőzés volt. Azt is tudtuk, hogy fókuszálnunk kell arra, hogy nem mindig rohanjunk annyira, egy kicsit visszafogni a tempót. Úgy gondolom, hogy sikerült, és ezt láttuk most a pályán. Ugye nagy volt a nyomás a csapaton, hiszen azért ez a mérkőzés talán egy kicsit fontosabb volt a Győr számára, mint amennyire fontos a Buducsnosznak. Sikerült megbirkózni ezzel a teherrel. What was the key of the victory? I think everyone felt good. Everyone came back with a lot of confidence after the national team and we were training very good this week, so everyone was ready and everyone had a lot of power this game. Igazából mindenki már nagyon várta a visszatérést a válogatottból, pozitívan jöttünk vissza, nagyon jól mentek az edzések az egész héten, és azt gondolom, hogy ez erőt adott a csapatnak, és ez is a siker egyik kulcsa volt. Hogyan sikerült ezt a Buducsnoszot így felülmúlni, hogy gyakorlatilag csak az elején vezetett az ellenfél ezen a találkozón, onnantól kezdve végig kézben tartotta az Eto a találkozót, és szinte izgulni sem kellett. Almost we don't have to be nervous about because it was quite clear victory. What do you think about this? I think with Buducnost you never know, they will always fight until the end, so we need to keep our focus and even though we came in front they come back again at the end, but we kept our cool and we played smart in defense. Defense was very strong and attack as well. A Buducnost igazából egy olyan csapat, hogy soha nem lehet biztos sem menni előtt, még hogyha nagyobb hátrányban is vannak képesek visszajönni, ezt láthatunk, hogy a végén is felzárkóztak megint két gólra, nagyobb előny után, hogy nekünk előnyünk volt, de azt gondolom, hogy sikerült ezt kézben tartani, és innentől kezdve minden rendben volt a mérkőzésen. Köszönöm szépen, thank you very much. És végül, de nem utolsó sorban itt van Ambrosz Martin, a vezetőedző. Az ő véleményét is meghallgathatjuk a találkozóról. Egy értékelést kérnék szépen, és gratulálok természetesen önnek is a sikerhez. Opinion about the game, congratulations for the victory. How do you think about this? Yes, thank you. I think it was a victory of the quality. I think it was a victory of the confidence, of the trust. I think it was a victory of our fans, who one more day came here and full house supporting us. I think it was a victory of the player who cannot play, who didn't play today. I think it was a victory that I think we deserve after so many problems. Azt gondolom, hogy ez a mérkőzés volt a hit, az önbizalom győzelme, amit látunk ma a pályán. Szintén mondhatom, hogy a szurkolóink is nagyon fontosak voltak, hogy ez a szurkolók győzelme is egyben ez a mai találkozó. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy éreztem, hogy a sérült játékosaink is erőt adtak nekünk, így őnekik is köszönöm ezt a lehetőséget ma, mert ez is nagyon sokban hozzájárult a mai sikerünkhöz. Ez fejben dőlt el, hogy a játékosok elhitték, hogy ennyi nehézség mellett is meg tudják nyerni, meg tudják verni a címvédőt? So it was just a mental question? Yes, normally when we have some troubles, or many troubles like today, I think all the players make an extra effort. They supply with this extra motivation, extra effort, because if not, there is not reason there is no reason to win this match. We could see that some player was really, really tired at the end of the match, but they didn't think on that, just thinking in that they were enjoying, they were playing really good handball, they were with the full confidence all the time, and this was because we were leading, just I don't remember well, but except beginning of the match, I think we were leading all the time, so really good job. And also I would like to say that this is just one game. So nobody please think now that because we want Buducnost the winner of the Champions League last year, now we are winning the Champions League. This is game by game, Lepes, new game in the Kinect, Jo Munkat, Chapat Ball and Chapat Les, Gratulam.
Ambros azt mondta az elején, hogy valóban, amikor nehézségekkel szembesülünk, mint akár a sérült játékosok, vagy amikor a mérkőzésemből is nehézségekkel szembesülünk, akkor az elsősorban az extra teljesítmény az, ami át tudja lendíteni a csapatot. Ma ebből többet is látunk a pályán, és jól látható volt, hogy a mérkőzés végére nagyon sok játékos már nagyon elfáradt, de eznek tudatában, és még mindent beleadtak ennek ellenére is, és ez nagyon fontos volt. Szintén nagyon fontos számára az, hogy elmondta itt a végén pár szóban magyarul is, hogy az, hogy most legyőztük a Podgoricát, ez csak egy mérkőzés. Ez nem jelent semmit, hogy a tavalyi címvédőt, a BL címvédőt győztük le. Nagyon fontos, hogy lépésről lépésről adni, az előttünk álló Sevehof mérkőzésekkel koncentrálni, és folytatni a megkezdett utunkat. Tehát nem szabad most tovább álmodozni, a földön kell maradni. Egy lépés, de azért ez egy nagyon nagy lépés volt, és ami fontos lehetett még, hogy itt a saját csapatunkban voltak, akik extrát tudtak nyújtani, viszont az ellenfél kulcsjátékosait végig sikerült kikapcsolni. But we can say the key players of the other team was controlled by us very much. Yes, it was one step more. I think 2 points, nothing else, nothing special. So I think it's very important. I repeat one more time that nobody expect now much more than the team is trying to win the next matches. I'm focusing the next match is Tuesday match against her. Yes, it was true that we control. I think all the team, because all of the players, Budućnost players are really good quality. They are in all position, top 5 player in the world. And we have to focus in all of them, okay? Special attention with the shooters and top class player. But I think we make a complete game in all the position and also we were really, really smart in attack. Valóban, még egyszer meg kell, hogy ismételjem magamat, hogy itt a kérdés elején a lépésre vonatkozott. Ez egy lépés, ez 2 pont. És tényleg senki ne gondoljon többet ennél be a mérkőzésbe, mint egy-egy győzelem. Az utunkat tovább folytatjuk, most az Érd elleni mérkőzésre fogunk készülni a bajnokságban. Ami nagyon fontos, hogy visszatérve a kontrollálására a kulcsjátékosoknak, valóban a Budućnost egy olyan játékos kerettel létező csapat, hiszen nem hiába nyerték meg tavaly, ahol mindenhol klasszisok vannak. Nagyon külön figyeltünk a lövőkre, ez nyilvánvaló. Sikerült is őket, valamint a többieket megfelelő módon visszatartani. Ez is egy kulcs a lehetőségnek, hogy hogyan játszunk tovább. 2 pont megvan, megyünk tovább az utunkon. Köszönöm szépen Ambrosz Martinnak és Szabó Tamásnak, gratulálok még egyszer. Kedves nézők, az Audi Arena ezzel búcsúzik, jön még értékelés a stúdióból, úgyhogy maradjanak velünk.